A Grecsó testvérek egy Csongrád megyei kis faluban, Szegváron születtek. Ez azért is fontos, hiszen Grecsó Krisztián írásaiban jellemzően visszaköszönnek a falusi élet szépségei, és persze a nehézségei is. A közös esten különböző történeteket ismerhettek meg a nézők, többek között Békés Csabán történteket is, hiszen Grecsó Krisztián itt járt főiskolára. Az előadás előtt az író arról beszélt, hogy nem egy begyakorolt és újrajátszott darabot adnak elő, hanem minden fellépés egy új alkotás. Az öcsémnek van egy improvizációs táncszínháza, az a neve, hogy Villany Leó, ez Budapesten működik 7 éve, hogy éppen az energiája, a legfőbb energiái, hogy ő tud valami olyat, ami ott születik meg a színpadon, ami akkor egyedi, megismételhetetlen, hogy miért nem a rögzített koreográfiák helyett, miért nem próbálunk kitalálni egy olyan estet, ahol én mesélek, meg felolvasok, és arra jazzzenészek, meg ő válaszolnak. Mindig cserélgetem a szövegeket, ők pedig mindig újabb és újabb válaszokat, improvizatív válaszokat adnak. Természetesen most sok csabai szöveget hoztam, olyat, ami itt született, vagy itt játszódik, vagy valamilyen módon kötődik a városhoz, és erre fognak a zenészek reagálni, meg a táncos reagálni. Tehát minden este a maga módján egy új alkotás, tehát mind a zenészek, mind a táncos úgy alkotó társaink, meg úgy működik az egész, hogy az improvizáció az tulajdonképpen egy alkotási folyamat maga, és ezt a néző láthatja, átélheti, érezheti, ahogy a táncos meg a zenész engem kigúnyolnak, idézőjelbe tesznek, tehát valamilyen módon válaszolnak a szövegre. Az est az Alkotótársak sorozat keretein belül valósult meg, melyet az Irodalom és Képzőművészet Karöltve című előadássorozat utódjaként hoztak létre. Egy író és egy más művészeti ághoz tartozó alkotóművész társa szerepel együtt, akik konkrét együtt hoznak létre valamilyen műalkotást, és hát ebből a sorozatból már volt néhány emlékezetes estünk, például a Banneházas párnak a bemutatkozása, vagy Zalán Tibor és Bindel Károly jazz zongorista együttes estje, vagy legutóbb decemberben Fekete Vince Kézdi vásárhelyen élő költő és egy erdélyi zenekar együtt adták elő Fekete Vince verseit, illetve Szilágyi Domokos verseit, az nagyon nagy sikert aratott emlékezetes est volt, és hát ez a mai est is különleges lesz. Ez így is történt, hiszen három művészeti ág találkozott az estén. Grecsó Krisztián szövegei, Grecsó Zoltán balettművész táncmozdulat, Döbrösi Laura énekművész előadása és Kertész Endre csellista játéka különleges élményt adott az ide látogató művészetkedvelőknek.